Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Channeling a Bibliából. Hogy jutottam el ehhez a forráshoz, ezt röviden elmesélem újra. Az anyukám 2002-ben halt meg, és ez az időszak szomorú volt számomra. A Biblia, a hitem, a jó Isten adott erőt számomra. Aztán olyan hirtelen jött egy ötlet. Fogtam a nyakláncomat, kinyitottam a Bibliát, és láttam azt, hogy a nyaklánc kimozdul. Úgy, mint egy inga. És kaptam üzeneteket, szavakat, mondatokat, és gondolatokat is. Ami tudtam, hogy ez nem az én gondolatom, hanem ez kívülről jön. Így beszélgettem ezzel a forrással, így beszélgettem a Bibliával. Ez 2002 óta így van. És ez, amit itt mutatok számotokra, hogy milyen üzenet jön, ezt én nem tudom. Hiszen ez a forrás nem az én saját forrásom, hanem ezt én közlöm veletek. És most kinyitom a Bibliát, hiszen kíváncsi vagyok arra, mi a jelenlegi üzenet. Vannak félelmek nálad, de légy nyugodt, hiszen újra béke lesz. Ez el fog tartani még egy ideig, vannak sajnos áldozatok is. Vannak bizonyos emberek, akik azt szeretnék, hogy mi éhezzünk. De ez nem lesz így. Nem fogunk éhezni. Hamarosan lesznek fontos tárgyalások. Lesz egy kiút, lesznek lehetőségek.
Ami a pénzügyi dolgokat illeti, ott is lesznek később változások. Újra lesz egy hatás az arany által. A kereskedelmi kapcsolatok jól fognak alakulni, különösen Izrael országgal. Az aranynak meg lesz az értéke. Jelenleg még sok minden olyan igazságtalannak tűnik, de bizonyos dolgokban lesznek változások. Izrael nagyon erős, és a vallás egy nagy szerepet fog játszani. És ez volt az üzenet a Bibliából. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!